A Szent Őrangyal a katolikus templomban megtartott ünnepi misét követően, amelyen főtisztelendő Zapletán Géza esperes plébános megáldotta az új kenyeret, a résztvevők a főtérre vonultak. Gyermekjátékok sokasága és a Zenegér együttes muzsikája várta az ünneplő sokaságot. Egy meg egy, annyi, mint kétszer egy, tíz fel a tízszer, három mínusz egy. A gyerekek jókedvvel dolgoztak a nagyszerű gyermekdalok mellett. Nagyon jól érzem magam. Van jó itt kint, és a zene hogy tetszik? Nagyon tetszik az is. Jó, hogy így zene mellett kell rajzolgatni, jobban esik, ugye? Igen. A Városháza előtti parkban már reggel óta főtt a pásztorgulyás. A Kőrös Gasztró Klub 4000 adagos óriás bográcsában ezúttal 1200 adag készül. Pakai István egyesületi elnököt az ugyancsak óriási fakanál mellől szólítottuk el. Tarhonya az 50 kiló, megy bele, hús 150 kiló, és hát természetesen a hozzájáró hagyma, még az ilyen mellék segédanyagok, amiket rakunk bele. Úgyhogy hát körülbelül a számításaim szerint az a 450 kiló nyersanyag, ami belemegy a bográsba. Az Oromi Varázsfalatok Egyesület ezúttal is finomabbnál finomabb rétesekkel lepte meg a magyar kanizsaiakat. Kínálatukban még kókuszos rétes is szerepelt. Próbáltuk a különböző ízvarázsokat felfedezni, és így jött az ötlet a kókuszos rétessel kapcsolatban, de csináltam én már ananászossal, cseresznyéssel, függéssel, mazsolással. Ez embere válogatja, ki miért szeret. A nap folytatásában a községi művelődési egyesületek, majd az Internetno Fesztivál magyarországi és felvidéki vendégei mutatkoznak be, a kora esti órákban pedig kihirdetik a legszebb kenyérverseny eredményeit. Elhangzik a polgármesteri köszöntő is. Este 7:30-tól Rúzsa Magdi a színpad, majd a tűzijáték és a Night Cruisers Band zárja az ünnepet.